Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és elérkezett újra a horror játékok tömkelege, a parapéntek. Ez eddig is így kezdődött, vagy csak én nem emlékszem rá? Hát, ám legyen. Sorry, ha mondjuk ilyen fura a fejem van, de nem fésülködtem. Úgyhogy, I'm so sorry. Na, tehát, hol is tartottunk játékbetöltés? Ah, 9. nap. Csodálatos. Tök jó, örülök neki. Mondja, hogy úgy döntöttem egyébként, hogy mivel haladunk elég gyorsan előre, így csak péntekenként lesz a parapéntek, de szerintem ez ebből nem fog új rész felkerülni, mondjuk kedden mondjuk egy teljesen más videó, meg ugye, hogy közben jönnek ugye ezek a csábításból járások, akkor azok egyértelműen felkerülnek a csatornára, ahogy eddig. Úgyhogy úgyhogy igazából konkrétan ennyi lenne úgy előjáróban, úgyhogy kezdjünk is ennek a csodálatos, fantasztikusan csodálatos játéknak. Nem nagyon emlékszem, hogy mi történt az előző, hát részben. Azt arra annyira emlékszem, hogy elment, ugye kicsapta a vihar a biztosítékot, gondolom, és akkor az egész lakásban az összes villany nem ég. Úgyhogy 9. nap, ez az olyan jó! Köszönöm Istenem! Na! Reggel van és van egy kulcsom. Tök jó. Hogy is kell futni? Ja, jó. Hamar sötétedik, azt már tudom. Úgyhogy emeleten vagyok, akkor tök jó helyen vagyok. Akkor fel kell menni. Azt hiszem, ott hagytam abba előzőleg. Azt hiszem, nem igazolok. Igen, villany. Persze. A konkrétan bocsánat, most már nem csúnyán mondtam. De akár kell mondom, fingom nincs, hogy hol tartottam. Fingom nincs, hogy mi van. Hogy hol vagyok, mit csinálok. Anyádat nem engedtem meg, hogy a szekrényeket ütten. Nagyjából nem tudom, hogy ti látjátok, amit én látok. A második tetik, hát ez annyira fasza. Hogy nagyon örülök neki. Ilyen gyorsan a semmi sem sötétedik. Azt tudom, hogy szereztem egy kulcsot valahova. Ide! Helyes! Ó, Istenem, de jó! Ó! Jaj, ne! Persze, hogy zárva. Ó! Mi? De itt én már jártam, nem? Vagy... nem? Geci, meg... Ó! De jártam ezek szerint, jó? Jó. Nagyon ismerős. Megijedtem attól a cseréptől, hallod? Rohadjon meg ez a cserép. Ó, de megijedtem. Bazd meg! Ne pedbesz velem, rohadjál le. Úgy de fél a csávó. Gyűlöllek. Istenem! A szívem! A szívem! Mi mindig ott van ez a...
Én ezt az árnyakat, ezt nem tudom feldolgozni. Szia, bohócka! Hogy vagy? Az istenit. Nem tudom feldolgozni ezt az eseményt. Na. Persze, hogy zárva van, mert miért? Na! Nincs is áram! Nincs is áram! Nincs is áram! Miért? Kapcsol ki! Nem! Haló! Nem! Haló! Ne! Van a tévében, van ez a Kör című film, ebből ki fog jönni. Ki fog jönni és meg fog ijeszteni? Nem nézek oda! Máshova nézek! Nincs psz! Kérlek, ne ijeszd meg! Nem! Anyádat! Te riggyó! Ott egy kulcs. Köszönöm Istenem. Persze, hogy nem ehhez van. Miért is ehhez lenne? Nyald ki a seggem. Fú, a karakterem, jaj, csak félig van életünk. Jó? Istenem. Itt van valami ajtó. Volt, de itt nincs semmi. Jó. Nem, nincsenek ilyen hangok. No. Nem. Nyald ki ezt az árnyékot is akkor. Aha, na jó. Jézusom, nem látok. Nem látok. Itt volt a cica. Itt semmi sincs. Helyes. Nagyon örülök neked. Ó, édesanyám. Persze, hogy zárva van. Miért is lenne ez zárva? Ez akkora nagy... izé! Picsa! De erről jöttem. De erről is lehet menni, nem az kell nekem. Istenem. Kérlek, édes... Köszönöm. Ó, egy kulcs. Helyes. Ó, nagyon fasza, minden fasza, nagyon fasza, ó, gyufa, ó! Persze nincs villany, mi a francnak is lenni? Itt már voltam, nem, neki mentem az ajtó, nem csukod be, nyitod ki, kinyitod, hát infartusa megdöglök! Nem nyújsz a bútorokhoz, mert azt én rendeztem be, szóval csitulj, asszony! Fú, de megverlek. Istenem, de megverlek. Ugyar... Ó, nem tudom felmenni a gyuftút, el vagyunk nyufával, nem baj? Ó, papír! Nekem te ne! Jézus Isten! Jó! Tapestről nincs áram, még jó, hogy van, elég van nyerik gyertya. Mi nem tudtam elolvasni, francba. Day 10! Azért mondom egyébként, hogy nagyon gyorsan haladunk a... Jaj! Szóval nagyon gyorsan haladok a sztorival, ami nem annyira rossz, de na. Úgyhogy így... ilyen kis... igyekszem. Sálálálá! Na. Jó. Tehát. És nem ment föl maxra az életünk, vágod? Oké. Miért erre jövök amúgy?
lesz, hogy megint... De azt a csávót nem értem amúgy, miért... nem nincsenek hangok. Miért... de vannak, mindegy. Miért pont éjszaka ébred föl amúgy? Ezt amúgy konkrétan nem vágja a szervezetem. Vagy erre nincsen sem? Az az a red vadék izé. Mi volt az? Ja. Jó van, akkor legyél zárva. Ha megint vihar jön, hát a... Telibe verem ezt a helyet, kellett nekünk ide költözni. Visszajövök, hallod? Szóval a felét nem hiszem el ennek a történetnek. Na! Ha. Mindegy. Kopogós kis pantallós cipőmbe. Komolyan mondom. Megijedtem. Miért is ne? És hol a francia vagyok? Persze, hogy zárom. De miért vannak ilyen hangok? Amúgy? Tehát, hogy így... Esküszöm! Valami... Benyírok valami god módot, cheat módot, vagy egy... Nem tudom. God mode, cheat mode. Nincsen semmi. Akkor nyald ki. És ma mindent megnézek. Na. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ó. Igen. Az ott semmi. Itt voltunk. Azt hiszem. És itt vettünk fel papíroszokat. Akkor... nem tudom mi van. Akkor... megint biztos meg fog ijeszteni ezt adami kulcsot, az a szerencsétlen ribanc. Akkor nyald meg. Ah. Azért én felkapcsolom. Ne zavarítson meg senkit se, hogy izé. Ó, havivérzés! Ó, havivérzés! Nagyon durván havivérzés! Nem is kihullik. Szóval, ez a játék, ha úgy veszük, kiszámítható. Na, ha nem találsz sehol se kulcsot, és minden be van zárva, akkor azt meg fogja ezt a szerencsétlen dög. Na, majdnem infarktust kaptam. A kurva anyját. Hú, bazd meg. Akkor bazd meg. Bazd meg, te beteg. Persze, hogy nem tologatod a bútorokat! Ezt én fogom visszatenni! Vagy te? Persze, hogy nem. Csávom, ugye megdöglik. Én is ugye megdöglök infarktusban. Nem ez az. Ó, de jó. Ez egy másik szoba. Ez egy másik... Ó, de jó. Ó, egy kulcs. Ó, vagyom, hol a franzol ezet. Ó, hello. Ó, 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 az is kell. Ó, de jó. Anyád, megijedtem ettől a fénytől. Csitulj meg. Csitulj be. Csitulj. Nem.
akkor megyünk le. Veszek rá. Hát akkor lemegyek anyukám. Te itt aztán nem ijeszgetsz engemet, mert megérzed a szíved ritmusát. Jó, akkor le. Vagy valahova. Anyád, de megijedtem ezektől a kis geciktől. Bárcsak! Volt lent a földszinten, ha jól emlékszem, egy... ajtó, ami nyilván nem nyílt. Ez. Nem ez. Az a gardrób. Ez a közben. Akkor másik ajtó volt? Nem, ez az! Ó, hello! Ó, fény! Ó, hello! Ó, baszki, még egy kulcs! Ó, szép! Hogy... basznád meg! Jó. Most már hátul is... fölfele lépcső. Ó, oda nem megyek most. Mint. Persze ezzel? Ó, Istenem! Jó. Elgondolom, bóztatlanba összetesz, hogy én is kicsi ijeszt megtaláltam. Értem. Jó. 11. nap. Csodálatos. Szerintem még egy talán egy nap belefér. Mert még csak 17 percnél járunk. Úgyhogy hát attól függően a videót általában 20 percet csak szoktam csinálni, szóval, vagy fogom csinálni, hogy azért ne legyen túl hosszú, meg túl rövid se, de belefér nektek is az időtökbe. Egy kis szünet. Oh, a szívem. No. Sajnálom, csak ittam egy párat. Na, kint minden halálnyugodt, ahogy eddig. Viszont az a jó hír, hogy fel vagyunk töltődve nagyjából, a karakterünk az királyságos. Miért jöttünk le, mikor az emeleten találtuk meg azt az izét? Engedjük el. Persze, hogy alig várom, hogy este legyen. Na, ide nem megyek be többet. Ja. Nem jó helyen vagyok! Szóljatok már rám, hogy nem stimmel. Mi haru, valami? Hé! Hey. Valami nem fasza. Ezeket az kis angyalkákat szívből gyűlöm. Esküszöm. Ezek itt engem követnek, vagy én nem tudom. Itt a bahóc. Igen, ez nyitott. Ó, de szép vagy, apukám. Persze, hogy be van zárva. Igen, és akkor... Úristen, de jó. Nem mentem még ide föl. Mert miért is mentem volna? Bazd meg! Te szuka! Fú, geci. Gyere, leverlek egy szívlapáttal! Ja, adott kulcsot. Akkor is leverlek egy szívlapáttal! Te retek. Miért is lenne izé? Nyugodjál meg! Nem kell megijedni. Ha már engem az a nő felcsesz. Hallod? Itt lennék. Leverni meg szívlapáttal. Oda nem megyünk ki. Nem csörög! Az Isten áldjon széjjel! Hallod, meghal a karakter! Ne csináld vele! Most hol vagyok? Aha, erre. Fönt semmi sem. Itt a behaucunk. Nyugodj meg!
Vegyél mély lélegzetet. Mély lélegzetet. Mély lélegzet. Nem ilyen sűrűn, csak mélyen. Úgy megijedtem, mint a büdös szar. Te retek! Te mocskos... utolsó ringyó! De jó! Ó, ott van kulcs! Ó! Fű, várjál! Most meg kell nyugodni a karakter. Nyugodj meg, esküszöm, megdöglik. Megdöglik, hát nem hiszem el. Ó. És hol a franca vagyok? Meg itt az emeleten vagyok. Ó, Istenem, de jó. Sose jó az emeletre jönni, de hát... Ó, de jó. Köszönöm, Istenem. Most meg főleg. Fú, bazd meg. Óra szoba! Hát az kurva jó! Na jó! Nem! Engedj ki! Engedj ki! Engedj ki! Istenem! Jaj! Nem lehet megnyújtod, nem lehet megnyújtod a villanyt! Ó, Istenem! Istenem! Ne tedd ezt velem, meghalok! 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 Inkább nem is akarom látni, elfordulok! Ha nem látom, nem zavar! Gertrude csak nem szabad megfordulni. Meg kéne fordulni. Lassan. Jó. De jó. Kienged végre. Hál' Istennek itt egy papír! The old clown doll was back in its old place this morning. Megint a régi helyen volt, Linda esküszik, hogy nem nyúlt hozzá, újra elraktam. I'll put it away again. Hát én ezt a 12. napot, én ezt nem csinálom meg. Most? Ebbe az utolsó ilyen pár percbe itt leszette a szívemet a helyéről. Szívizom görcsöt kaptam. A kutyám is. Ott. Csipi, te is szívizom görcsöt kaptál? Kis kutyám. Kicsi kutya. Pici, pici, pici. Igen, valószínűleg igen, mert nem akar kijönni a házába. Vagy azért, mert sikongatok, azt hiszi, hogy hülye vagyok. De az is lehet. Húristen. Atya úristen, gyerekek! Ez az utolsó pár perc, ez levitt az életről. Azt a mocskos életbe, és még csak a 11. nap, most ugye a 12, de a 11. nap, még hol van még 20? Még 20 nap van! 20, így mutatom, 20. Így 20. Tá. Jó. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez az epizód, aztán hát nem tudom. Örülök, hogy itt voltatok és hogy megnéztétek, együtt kaptunk szívinfarktust, úgyhogy igen. Találkozzunk jövő hét pénteken. Atya úristen. Sziasztok!